10-12 ezer forint körül van, ebben szinte minden benne van, a színes szeruzától, a szép füzetektől, rajzlap, tankönyvbekötő, dobókockák, vízfestékek, zsírkréták, filctollak. Itt van egy képen minden, amire szüksége lesz egy kis elsősnek szeptembertől. Megkezdődött a visszaszámlálás a gyerkőcöknél. Alig egy hónap van a tanév kezdésig, a papírboltokban pedig egyre nagyobb a forgalom. Egyelőre inkább az alsó tagozatos gyermekek járják az üzleteket szüleikkel. A felsősök még egy kicsit várakozó álláspontban vannak. Akinek van kisebb testvére, azoknak már azért megvette az anyuka a nagyoknak is, de akinek nincs, ők egy kicsit hanyagolják még a dolgot. Még nagyon augusztus elején vagyunk, meg a fizetések is csak 5.-10. körül érkeznek. Meggondolom, ezt is beválják az anyukák, meg mivel nagyon jó idő volt, ezért sokan mennek még nyaralni. És hát augusztus közepe végére várjuk a rohamot. Ebben az Adivárosban található üzletben nagy az érdeklődés a fiúktól a modern autós és a videójátékos táskák iránt, a lányoknál pedig egyértelműen a Barbie-s, valamint a csillámpón is hátizsákok a favoritok. Mert ezt később adni. Bővíteni, belefér a kisebb kulacs, belefér a keskenyebb, a nagyobb. És akkor mágneszáras, könnyű a kisgyereknek kinyitni, és csak így visszacsukni. Egyébként július végén, augusztus elején szokott indulni a vásárlási roham az akciós iskola szerekért, iskolatáskákért, de idén megváltoztak a vásárlási szokások. Alsóba biztos, hogy fognak menni, de a felsősöknél tartunk attól, hogy megint szeptembertől lezárják, és nem lesz iskola, vagy online oktatás lesz. És ugye itt kevesebb eszközre is van szükség, pláne rajzeszközökre. Éppen ezért gondolom, amikor nem zajlott a tanítás tavaly például, akkor itt is egy minimálisan visszaesett a kereslet. Igen, visszaesett. Vissza füzetek, ceruzák, tollak, azok fogytak, mert ugye az kell, meg kellett írni a leckéket, be kellett mutatni, de a rajzszucok azok sajnos kicsit visszaesett a keresletük. Többen már nyár közepén bevásároltak a suli kezdésre, viszont vannak, akik augusztus közepére tervezik az eszközök beszerzését, mert a nyár végi akciókig várnak.